Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi történik a szervezetünkben, ha 30 napig nem eszünk kenyeret. Szeretettel köszöntök mindenkit! A különböző kenyérfélékről különböző infókat hallunk, olvasunk, valamire azt mondják, hogy egészséges, valamire meg, hogy nem az. Alapvetően a különböző kenyérfajták között nagyon kevés különbség van ahhoz viszonyítva, hogy azon különbséghez viszonyítva, hogy esszük vagy nem esszük őket. A teljes kiöllésű vagy nem teljes kiöllésű, a búza és a rozs kenyér, a bio vagy nem bio kenyér, a kovászos vagy nem kovászos között hatásban, tehát a testünkre való hatásukban elenyésző különbségek vannak. Tehát nem azzal érünk el érdemi változást az egészségünkben, hogy a kenyéreket, a kenyérféléket variáljuk, mert a különböző kenyérfajták között minimális a különbség, hanem azzal érünk el érdemi változást, hogy teljesen elhagyjuk a kenyér fogyasztást. Először is a kenyér súlyából kb. 80% az poliszaharid, pontosabban keményítő, vagyis végeredményben cukor. Javaslom, nézd meg azt a videót, amit a cukor bevitelről készítettem korábban, ott ezt részletesebben kitárgyalom. Tehát ahogy a kenyeret megesszük, lényegében perceken belül ugyanolyan cukorra alakul át, mint a kristálycukor. Ezért ha 30 napra elhagyjuk a kenyérfogyasztást, az első változás, amit biztos megtapasztalunk, az a vércukrunk normalizálódása és az ezzel járó előnyök. Csökkenni fog a vércukorszint, csökkenni fog az A1C, ez az érték ugye a vérképben az elmúlt időszak átlagos vércukor szintjéről ad képet, csökkenni fog az éhomi inzulin szint, és mindezek következtében az inzulin rezisztencia is mérséklődni fog. Mivel a betegségek 95%-a közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban van a magas vércukor és inzulin szinttel, azáltal, hogy csökkentjük őket, lényegében hatással lehetünk a betegségek döntő többségére. Természetesen nem csak a kenyér hat ugye a vércukorra, de ha évek, évtizedek óta fogyasztasz kenyeret, ez a változtatása táplálkozásodban akár jelentős hatással is lehet a fizikai és szellemi állapotodra. Itt még azt is hozzátenném, hogy ha a kenyér mellett elhagyjuk a többi gabonából készült népszerű ételt is, például a tésztaféléket, sütiket, még erőteljesebb hatást érhetünk el. A következő jelentős pozitív változás, ami a kenyér elhagyásával bekövetkezik a szervezetünkben, az a puffadás, a bélgázok és a reflux javulása, vagy akár teljes megszűnése. A bélgázokat a belegben lévő baktériumok termelik, és ezek a gázok okozzák a puffadás érzetet is. A bélbaktériumok imádják a cukrot, nem csak a kenyérben lévő cukrot, hanem az egyéb különféle cukrokat, szénhidrátokat is, amelyeket ha megeszünk, etetjük őket, ők pedig cserébe gázokat állítanak elő. Ez úgy történik lépésről lépésre, hogy amikor megesszük a kenyeret, az ugye bekerül a gyomorba, ahol néhány percen belül a kenyér egy kisebb része egyből cukorra bomlik. Ezt követően az anyag átkerül a vékony bélbe, ahol tovább bomlik, itt még több cukor keletkezik belőle. A vékony bélben nem szabad, hogy túl sok baktérium legyen, a bélbaktériumaink 95%-a vastag bélben kellene, hogy legyen. Na most, ha a vékony bélben túl vannak valami miatt szaporodva a baktériumaink, ez ugye a síbó betegség, akkor már itt komoly problémák adódnak, hiszen a baktériumok kapnak egy nagy adag cukrot, amelyet elfogyasztva rengeteg gázt állíthatnak elő, ami erős puffadást okoz. De majd jön a harmadik fázis, a vastag bél. Az lenne a cél, hogy mire a megemésztett anyag a vékony bélből átkerül a vastag bélbe, ott már csak a rostok maradjanak, de sajnos ez sokaknál nem következik be két okból. Az egyik, hogy sok gabonafélét eszünk, így egyszerűen az emésztőrendszernek nincs elég kapacitása, hogy rendesen lebontsa időben az egészet. Másfelől pedig azért, mert a gyomorban nem elég erős a gyomorsav, tehát az első lebontási fázis nem kellően hatékony, nincs megfelelően előkészítve az anyag a beleknek. Ugye a gyomornak a lebontó kapacitása is jelentős mértékben azért romlik az évek során, mert sok szénhidrátot, sok cukrot, sok gabonafélét eszünk. A bélrendszer szempontjából nézve a teljes kiöllésű gabonakenyerekkel még nagyobb a gond, mert azok még lassabban bomlanak le, így még több juthat el belőle, nem megfelelően megemésztve a vékony és vastag bélbe. Tehát ha elhagyjuk 30 napra a kenyeret és a többi gabonából készült ételt, egy igen nagy terhet szedünk le az emésztőrendszerről, amit a gyomrunk és a beleink is nagyon meg fognak hálálni, mert lecsökkentjük a bélbaktériumok cukorkenyérrel való etetését, ami végeredményben a gyomor és a béltünetek jelentős enyhülését hozza. A kenyér elhagyásával megnövelhetjük a
többi ételből hasznosuló tápanyag mennyiségét. A növényi ételekben vannak ellentápanyagok, amelyek gátolják az aminosavak, a vitaminok, az ásványok, a nyomelemek hasznosulását és beépülését a testünkbe. Messze a legtöbb ilyen úgynevezett antitápanyag a gabonák magjában található meg, és ugye azért vannak ott, mert a mag hát nem akarja, hogy megegyük. A mag az ugye ki akar kelni a földből, és egy új növénynek akar életet adni. Semmiképpen sem akarja, hogy elfogyasszuk. Tehát tele van ilyen antianyagokkal. Az első ilyen ellenanyag félék a fitátok, amelyek hozzákapcsolódnak a vashoz, a cinkhez, a kálciumot, a magnéziumot, és nem engedik a sejtjeinket, hogy hozzájussanak ezekhez az ásványokhoz. A gabonamagja, így végül a kenyér is, ami elkészül belőle, tartalmaz enzimgátlókat is. Ugye az enzimek feladata, hogy lebontsanak például a különböző fehérjéket. Amikor kenyeret fogyasztunk, a kenyérben lévő enzimgátló vegyületek gátolják a szervezetünket abban, hogy megfelelő mennyiségben állítsunk elő enzimeket, így más ételeknek a lebomlása és hasznosulása is romlik. Ilyen enzimgátlók az oxalátok, a tanninok és maga a glutén is. És a harmadik ilyen tápanyaggátló félék a gabonaételekben a lektinek. A búzában a legjelentősebb lektin a búzacsíra agglutinin. A lektinek főként a gabonamag híjában találhatók meg, így nagy mennyiségben lektineket a teljes kiöllésű kenyerekkel fogyasztunk el. Tehát ha elhagyjuk a kenyeret 30 napra, a különböző egyéb elfogyasztott ételekből több ásványanyaghoz, több fehérjéhez és több vitaminhoz juthat a szervezetünk. Egyébként ezek a vegyületek, de kifejezetten a lektinek, közvetlenül károsítják a bélfal belső réteginél lévő hámsejteket, bélbolyhokat is. És ez is a következő előnye annak, ha elhagyjuk a kenyeret, javulást tapasztalhatunk a bélfal állapotában és az ezzel összefüggő betegségek esetén. Minél nagyobbak a vastagbél falánál a részecskéket áteresztő lyukacskák, annál inkább beszélhetünk áteresztő bélszindrómáról, amiről készítettem korábban videókat, javaslom azokat is megtekinteni. Az áteresztő bél számos betegséggel függ össze, az allergiáktól kezdve az összes autoimmun betegségig. Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb ideig, minél több gabonát fogyasztunk, fogyaszt valaki, főként kenyeret, teljesen mindegy nagyjából, hogy miért, annál inkább tágulnak a bélfalnál az áteresztő lyukacskák, így annál inkább beszélhetünk áteresztő bélről. Tehát ez egy fokozatos bélfal romlási folyamat, a tünetek is fokozatosan jelentkeznek, ahogy egyre inkább romlik a bélfal szűrőképessége. Ennek a bélfal romlási folyamatnak az egyik legsúlyosabb állapota a cöliákia. Az előbb említett lektineken túl az áteresztő velet jelentős mértékben a gabonákban lévő glutén okozza még. Tehát ha elhagyjuk 30 napra a kenyér fogyasztását, megkezdődhet a bélfal regenerálódása is, és egy idő után szinte biztos, hogy jobban fogjuk érezni magunkat. Ha régóta eszel kenyeret, a kenyér elhagyásával már akár néhány hét alatt leadhatsz pár kilót. Második pontban beszéltem ugye arról, hogy a kenyér, ahogy megesszük, fokozatosan minden emésztési szakaszban adagolja lényegében a cukrot a testünknek. Gyomorban, a vékony bélben, és ha már nincs túl jó állapotban az emésztésünk, akkor a vastag bélben is. Ez ugye azt jelenti, tehát a folyamatos cukoradagolás, hogy állandóan magas lesz az inzulin szintünk, mert állandóan kapja a test a cukrot. Az inzulin a legfőbb zsírtároló hormonunk, és amíg magas a szintje, esélyünk sincs érdemben zsírt égetni, mert amíg a testünk zsírtároló módban van a sok inzulin miatt, nem tud átváltani zsírégető módba. Tehát ha valakinél a szénhidrát bevitel az jelentős mértékben a gabonaételekből, főként a kenyérből van, akkor az elhagyásával jelentős mértékű cukorterheléstől szabadítja meg a testét, és ennek hatására jelentős mértékű inzulincsökkenést érhet el. Ami pedig megnyitja a lehetőséget arra, hogy a test átváltson zsírtároló módból zsírégető módban. Ha elhagyjuk a kenyeret 30 napra, az agyunk és az idegrendszerünk működésében is nagy változások állhatnak be. A kenyér és a cukor kisebb vagy nagyobb mértékben, de hozzájárul az agyi köthöz, a gyakori fejfájásokhoz, migrénhez, a memóriaromláshoz, a figyelemhiányhoz, a szorongáshoz és a depresszióhoz. Az agy és a bélflórák között szimbiózis van, közvetlen hatása vannak egymásra, tehát ami ide kerül, az egyből hat arra, ami itt van. Ugye a leghosszabb idegük, a vágusz ideg, vagy más néven a bolygóideg, az közvetlenül összeköti a belet az agy törzsel. És végezetül, ha a kenyeret a boltban vásároljuk, akkor a kenyér elhagyásával megszabadulhatunk egy felesleges vegyi anyagtól is. Ugye a bolti kenyerekben sok
különféle egyéb vegyületet is hozzáadnak, például magolajokat, transzsírokat, emulgálószereket, tartósítószereket, csomósodásgátló és savanyúságot szabályozó anyagokat. Ha ezeket nem fogyasztjuk, azt leginkább a májunk és a veséink fogják meghálálni. Következőnek ajánlom azt a videót megtekinteni, amit arról készítettem, hogy mi történik a szervezetünkben, ha 14 napig nem eszünk cukrot. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!